Júj. Stél volt, hó esett, és jöttek az ünnepek. Na nézd csak ide, kicsi barát, hát itt zöldül a fülcsi. Na, hát szerusztok, drágoságaim! Szeretettel üdvözöllek benneteket, hát boldog karácsonyt kívánok nektek is, drága családotoknak, hiszen ugye itt vagyunk a karácsonynál, és azt kell mondanom, hogy hát egy picit nehéz, mert ugye itt szabályok szerint lehet karácsonyozni, hogy ugye mennyi vendéged lehet, és persze a vírus miatt, de ezt most lapozzunk erről. Azon gondolkodtam, tehát képzeljétek el, meghívtak Parfiékhoz, Parfinéhez karácsonyi ebédre, és hát úgy képzeld el, mondom, már be kijövök a tóhoz, mondom, azért a gyógytornamot megcsinálom, mert ha két-öt kapusztával többet meg kell egyek, és egy pohar borról többet megiszok a Sándorral, aztán itt nézhetem megint a mérleget, nem? Úgyhogy boldog karácsony, na de azért ne féljetek a béglit enni, hallott béglit, egyetek meg minden finomságot, kocsonyát, töltött kapusztát, szalát ebbe, hát ami van, mindenből egyetek jó, ízletesen, de vigyázzatok a gyomorra, mert áll vagytok gyengülve ettől a sok henyéléstől az utóbbi két évbe. Úgyhogy óvat kanna, mert tudjátok, hogy milyen. Nézd csak oda, most a kép is visszajött. Hát az történt, hogy úgy befókuszált valahova, hogy most nézek rá a kamerára, s hát semmi nem látszik. Na, még egyszer akkor boldog karácsonyt kívánok innen, a messzi távolból mindenkinek, és azt szeretném, hogy éljétek meg egészségben és szeretetben, és a nagy családban mindenkinek küldjetek egy boldog karácsonyt a felőlem és na, tehát akkor boldog karácsony mindenkinek. Puszi felhő.